Most Toriné Kovács Mária elmondása szerint 10 éve kezdett el festeni, előtte portrékat rajzolt. Nemrég csatlakozott a Bárka művészeti szalonhoz, az alkotó úgy látja, sokat fejlődött azóta. Második önálló kiállítása Képi világom címmel nyílt meg Bonyhádon. A színességet, így látom a világot. Szeretem az élénkebb színeket, szeretem a tiszta színeket. Az igazság, keresem, mert most nem mondom, körülbelül két és fél évet csatlakoztam a Bárkához. Imádom az erdőt, a tájat, aztán virágokat is nagyon szeretem. Anyukám nagyon szereti a virágokat, és neki is festettem többet, kislányomnak is, és aztán mindig úgy jön elém valami. És azt mindig próbálkozom. Még nem találtam meg pontosan, de most még próbálkozom. Keresem önmagam még, keresem azt a stílust, de próbálkozom több mindennel. Akvarellt is meg szeretném próbálni, mert most akrillal festek, és az olajjal is. Nagyon sok kollégámat láttam olajjal festeni, nagyon szép az is, és egy kihívás. Kihívás. Szeretem a kihívásokat, és szeretem, ha valami újat tudok, meg tudom csinálni. A főhelyen van egy olyan kép, amit egy széken van egy kancsó, és mellette a másik. Megkérdeztem, a Biszák László, ő a művészeti vezetőnk, és ő a mesteremnek mondom, és ez tényleg így is van. Sokat segít nekünk, és megkértem, hogy mentünk egy táborba, és kiválasztottam egy olyan 10 képet, és megkértem, hogy válasszon nekem, amit én meg tudok csinálni, egy párat. És akkor ránézett, és akkor rögtön egy 3-at kiválasztott. Hú, mondom, ez nem semmi, és ezt is kiválasztotta, és erre én várt. Hát mondom, én ezt nem fogom tudni, mert nem fogom tudni. És akkor megcsináltam a másik 2-t, és azt mondta, hogy jó lett. És akkor nekiálltam ennek, és akkor ez meg annyira nagyon érdekes dolog volt, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy megcsináltam. Tulajdonképpen siagárdi vagyok, vagyis voltam, mert most éppen elköltöztem, és ott volt az első kiállításom, és az volt a címe, hogy a hangulatok. Hát tényleg, amilyen hangulatom van, olyan képet csinálok, mert ez van, amikor 3-at, 4-et elkezdek, és akkor nem mindegyiket rögtön fejezem be, hanem félreteszem, és aztán utána megint előveszem, hogy hú, akkor most ezt, mert akkor már megint megjön egy olyan ikletém. Az alkotó azt mondja, most a legnagyobb kihívást a portréfestés jelenti számára. És elkezdtem egy képet, egy női alak, vagyis egy női arcot, egy ilyen szanaszét hajjal, és ott ezt a táborba kezdtem el, és akkor az egyik festőtársa mutatta, hát látták, hogy mit fest, és akkor, mikor kész lettem, azt mondta, nem gondoltam, hogy meg tudod csinálni. Mert mivel, hogy nem olyan régóta festek, és azt mondta, hogy jó lett. Úgyhogy ez nagyon nagy dicséret egy régi festőtől.